Levélben fordulok Orbán Viktor miniszterelnökhöz, tekintettel arra, hogy ígéretünkhöz híven a hét első napjaitól kezdődően országszerte demonstrálunk a megye székhelyeken, hiszen elmondtuk itt Budapesten, akkor, amikor elsők között ott voltunk, én személy szerint is ott voltam, még a katatörvény módosítás miatt kirobbant civilek által kezdeményezett tüntetésen, hogy a Momentummal, Kutyapárttal, tehát szélsőliberális, globalista, nagyurak által finanszírozott pártokkal együtt nem akarunk tüntetni, illetve mi nem akarunk civilek által kezdeményezett tüntetésre rátelepedni, és elutasítjuk azt, amikor egy párt rátelepszik civilek által kezdeményezett tüntetésre, demonstrációra. Tehát a Mi Hazánk mozgalom tiszta lapokkal játszik, és ezért országszerte a Mi Hazánk mozgalom által meghirdetett tüntetéseken veszünk részt ezen a héten. Én hétfőn Békés Csabán kezdtem, tegnap Szegeden voltam, ma pedig Kecskeméten veszek részt demonstrációkon. Tehát ezen a héten, ahogy azt megígértük, minden megyeszékhelyen demonstrálunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Covid diktatúra legrosszabb időszakára jellemző létszámokkal tudunk demonstrálni, tehát nagyon nagy az elégedetlenség. És azt is látjuk, hogy egyelőre a kormány nem akar változtatni azon az álláspontján, hogy a mesterségesen politikai döntések által előidézett gazdasági krízis árát a magyar lakossággal akarja megfizettetni. A mi tüntetéseink, a mi demonstrációinknak konkrét célja van. Mi nem felforgatást szeretnénk, nem zavarogni szeretnénk, hanem konkrét célokat szeretnénk elérni. A konkrét célokat fogalmazom meg az Orbán Viktor miniszterelnök számára elküldendő levelemben, amelyet holnapi napon, mielőtt megkérdezek, holnapi napon adok postára, és ebben a levélben megismétlem azt, amit már a parlamentben elmondtunk, amit már Gulyás Gergelynek küldött levelemben szintén leírtunk, ezt most Orbán Viktor számára is leírjuk. Nekünk, a Mi Hazánk mozgalomnak van megoldási javaslata, mi azt mondjuk, hogy ne a dolgozó magyarokkal, ne a magyar lakossággal, ne a nyugdíjasokkal fizettesse meg a kormány ennek a mesterséges politikusok által előidézett krízisnek az árát, hanem a mi listánkon szereplőkkel, kik szerepelnek a listánkon. Ha esetleg nem jutott volna el Orbán Viktorhoz, bár ugye az azonnali kérdések órájában némi választ is kaptam már tőle, de az nagyon kevés volt, illetve Orbán Viktor akkor elmondta a parlamenti kérdéseimre válaszolva, hogy nem ez a helyes műfaj, hiszen néhány percünk volt csak az eszmecserére, így aztán most levélben hosszasan leírom azokat a javaslatokat, amelyekből néhányat ízelítőként már Orbán Viktornak személyesen a parlamentben elmondtam az ország nagy nyilvánosság előtt. Tehát folytatva, amit ott elkezdtem, egyrészt itt vannak a digitális tech cégek, azok az óriás tech cégek, multi cégek, amelyek mindig valamilyen módon kikerülik az adófizetést. Itt vannak Magyarországon a Facebook, amely monopól helyzetben van, gyakorlatilag uralja a közösségi médiapiacot, ott van a Google, és ott vannak még jó pár olyan digitális tech cég, amelyeknek egyébként részben akár a Googlenek, vagy akár mondjuk a Microsoftnak vannak leányvállalatai Magyarországon. Tehát nem olyan bonyolult dolog egyébként őket akár különadóval sújtani, illetve nem fogadjuk el Orbán Viktornak azt a válaszát, amelyet erre a felvetésemre a parlamentben adott. Nem igaz, hogy csak globális szinten lehet őket az adófizetésre rákényszeríteni. Ott van Ausztria példája, amely digitális adót vezetett be, több százmillió euró folyik be az osztrák államkasszába, miközben Ausztriában kevesebben használják a Facebookot, mint mondjuk Magyarországon. Élek a gyanúperrel, hogy Orbán Viktor azért adta ezt a választ, mert a Fidesz, illetve a magyar kormány nem mer szembe menni ezekkel a globális tech cégekkel, hiszen láthattuk, hogy választásokat befolyásolnak, választásokat döntenek el. Szintén nem fogadom el Orbán Viktor azt a válaszát, és ebben a levélben ezt is megírom neki, hogy nem lehet megadóztatni a kaszinókat, mert hogy koncessziót nem érinthet, akár a különadó. Ez nem jó és nem helyes válasz egy olyan kormányfőtől, aki 12 éve kétharmados többséggel kormányoz Magyarországon, nem hogy törvényeket, hanem alkotmánymódosítást tudnak végrehajtani. Tehát ez a válasz elfogadhatatlan. Továbbra is szerepel a listánkon, szerepelnek a kaszinók, akik szintén haszonélvezői voltak az évek óta tartó politikailag előidézett mesterséges krízisnek. Jó pár globális nagyvállalatot sorolunk fel egyébként ebben a levelünkben. Többek között azokat az ételfutár cégeket, a Voltot vagy a Foodpandát, akiknek az alkalmazottai, az ételfutárok kezdték az első tüntetést itt Budapesten a megszorítások ellen. Ott voltam a híd lezáráson, ahol ott volt rengeteg ételfutár. Miközben ki kell mondani az igazságot, hogy nagyon helytelen az a kormányzati törekvés, amely
megint a magyar ételfutárokat sújtotta a katatörvény módosítással, ahelyett, hogy a valóban az adó elkerülést, az adó megfizetés elkerülésére a katát felhasználó globális nagy cégeket, a Volt és a Foodpanda mögött álló amerikai gyökerű óriás cégeket adóztatta volna meg a kormány, vagy vette volna elő akár speciális különadóval sújthatta volna őket. Tehát ebben a levélben konkrétan szerepelnek azok a akár külföldi, vagy akár magyarországi oligarchák, a 100 leggazdagabb magyar, akik szintén, hogyha végigvesszük a sort, akkor csupa olyan magyar oligarchát látunk, akik mindannyian gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve, talán Gattyán György volt eddig kivétel, aki ugye a pornóból szerezte a milliárdjait, de most már ő sem mentes a politikától, hiszen most már ő is kőkeményen beszállt a politikába. Gyakorlatilag ezen kívül szinte csak politikához valamilyen módon közel álló embereket látunk. Egyébként Fideszhez közel állókat és a balliberális pártokhoz közel állókat, mint például a Leistinger Tamás, aki még mindig szerepel ezen a listán. Na ezeket, az oligarchákat, mindannyiukat ebben a helyzetben különleges és speciális vagyon adóval kell sújtani, ezt is ugye korábban már elmondtam számos alkalommal. Ez a lista nagyon hosszú, és ebben a listában szerepel az is, hogy Magyarországon a teljes magyar lakosságot olcsó paksi árammal el lehetne látni. Ez a megoldás az energiaválságra. Van, hál' Istennek, Magyarországon működő atomerőmű, amely konstans energiát tud adni, állandóan a lakosságot, amely a teljes felhasználásnak csak mintegy 30%-át teszi ki, állandóan el tudná látni olcsó árammal, 11,5 forintos árammal. Tehát ahelyett, hogy megint a kormány a globális nagyvállalatokat védi, hiszen el tudjuk képzelni, hogy mondjuk a Mercedes telephelyén Kecskemét mellett, ha valaki elmegy oda, nézze meg, hogy ott milyen energiafogyasztás van, és ugye azt is hallottuk, hogy az Audi Hungária ZRT Győr mellett éppen most bővíti a telephelyét, tehát ők növekvő energiafelhasználással élnek, és valójában a magyarokkal fizettetik meg a drágább rezsiszámlákkal ezeknek a globális cégeknek a magyarországi energiafelhasználását. Ez azért is súlyos, mert ezek általában németországi gyökerű multicégek, és tudjuk, hogy Németországban megint csak rossz politikai döntések miatt, és nem az ukrajnai háború miatt alakult ki energiaválság, az úgynevezett elhibázott klímapolitika miatt van Németországban energiaválság, és Németország, illetve az Európai Bizottság már bejelentette, hogy szét kell osztani az energiát az európai tagállamok között, mi ezt határozottan ellenezzük, elutasítjuk. Továbbra is azt mondjuk, hogy minden Oroszországgal szembeni szankciót elutasítunk, továbbra is támogatjuk azt, hogy Oroszországból érkezzen gáz Magyarországra, de azt ne adjuk oda annak a Németországnak, amely elrontotta a rossz politikai döntésekkel, tönkretette a saját energiahelyzetét. Annak a gáznak itt kell maradni Magyarországon, és azt a gázt nem lehet kilencszeres áron adni úgy a magyaroknak, hogy Vlagyimir Putyin még azt jelentette be tavasszal az Orbán Viktornál tartott közös moszkvai sajtótájékoztatója után, hogy ötödáron kapja Magyarország ezt a gázmennyiséget. Tehát ezt a levelet, amiben az eddig felsoroltak, illetve hát már a hetek óta folyamatosan általunk hangoztatott megoldási javaslatok szerepelnek, ezt juttatom el Orbán Viktor miniszterelnöknek, mert hogy eddig úgy látszik, hogy nem hallgattak ránk, bár Orbán Viktor meglehetősen pozitívan reagálta a felvetésemre a parlamentben, mondván, hogy kevés az idő, hogy végigbeszéljünk mindent. Ennek ellenére a digitális óriás cégekkel kapcsolatban sem történt semmiféle előrelépés, hiába reagált Orbán Viktor erre a javaslatunkra pozitívan. Ami nagyon fontos, hogy ultimátumként küldöm el ezt a levelet, amiben az szerepel, hogy szeptember 1-ig várjuk a kormánytól, hogy ezekbe az irányokba tegyen lépéseket, ne a magyar lakosságot akarja megszorítani, hanem a mi listánkon szereplőket. Amennyiben ezt nem teszi meg a kormány, nem látunk ilyen pozitív intézkedéseket, akkor szeptembertől folytatjuk a demonstrációkat egyre nagyobb létszámmal, továbbra is országszerte, és hogyha kell, akkor nem csak statikus tüntetéseket fogunk tartani, nyilván széles a paletta, Budapesten vannak hídlezárások, lehet félpályás útlezárásokat tartani. Mire oda jutunk, szeptember-október környékén lehet, hogy már üzemanyag sem lesz Magyarországon, vagy megfizethetetlen lesz, hogyha így folytatjuk, vagy így folytatja a kormány. Úgyhogy nem tudjuk, hogy majd minek lesz értelme, milyen jellegű demonstrációnak, de egy biztos, hogy abban az esetben folytatjuk a demonstrációkat. Ha pozitív intézkedéseket látunk a kormány részéről, akkor viszont csak a balhé kedvéért, felforgatási szándékkal, vagy a saját népszerűségünk növelése szándékával nem akarunk demonstrálni. Csak akkor demonstrálunk, hogyha a kormány nem változtat ezen az irányvonalon. Köszönöm szépen!